Alapvetően előjáróban annyit, hogy Elekváros az egy négy nemzetiségű település, és ezen belül valóban több roma él. Az Út a munkához programba mi talán országosan elsőként léptünk, és a lehetőség szerint minél több munkanélkülit igyekeztünk behozni. Amint egy 5000 fős település esetében 400 főt meghaladó munkanélküli van, ezek egy jelentős része roma lakos. Mi azt gondoljuk, hogy 28.500 forint helyett jobb, hogyha az emberek teljes fizetést kapnak, és ebből a teljes fizetésből tisztességesen igyekeznek megélni. Az eleki romák azok nagyon becsületesen és tisztességgel dolgoznak. Nagyon sok olyan közprogramot hajtottunk végre a korábbi években is, és jelen pillanatban is, ami az ő munkájukat dicséri. Ha végignéznek a városon, játszótereket építettünk, utakat építettünk, intézményeket újítunk fel, a közútkezelővel együttműködve, a közutak melletti árok karbantartást, a vízművekkel együttműködve, az önkormányzat területén lévő vízelvezető árkok karbantartását, és minden egyéb létező munkát, amit az intézményeknél föllelhetünk, hisz egy része a munkaerőnek az intézményekhez van kirakva, és az intézményen belül, amilyen munkák megvannak, ugyanúgy be vannak osztva műszakba, mint bármelyik más dolgozó. Azt gondolom, hogy Elekváros négy nemzetiségű lakossága. Ez túl van már ezeken a dolgokon talán, amiben az ország most keveredett, és semmiféle atrocitás és semmiféle olyan rasszista megjelenés, ami egyébként az ország más részein tapasztalható, ezekre nem jellemző. Én azt gondolom, hogy mi ezeket már kinőttük. Itt 1724 óta, amióta a települést újra telepítették, és azt követően a nagy fellendülés elindult, és kialakult ez a négy nemzetiségi állapot, ami jelen pillanatban is van. Mi már évszázadok óta együtt élünk és együtt dolgozunk. Tudni kell azért, hogy az eleki cigányság mindig is egy dolos cigánynép volt. Most ebből eredően, ugye, ahogy szép lassan telt múlt az idő, ahogy eljutottunk a napjainkig tulajdonképpen, ugye rengeteg munkahely megszűnt. Korábban minden cigány embernek volt munkahelye. Ma sajnos nincs. Polgármesterrel az előzővel is nagyon jó viszonyban voltunk, a mostanival is rendkívül jó viszonyban vagyunk, és én azt kértem tőle, hogy segítsen abban, hogy a romák, a helyi cigány emberek mindig dolgoztak, munkából éltek, és azt szeretném, ha ma is munkából és adófizető állampolgárok lennének. És erre Pulár László polgármester úr azt mondta nekem, hogy úgy mondom, hogy ő mondta, kedves barátom, segítek, hogy a romák munkához jussanak. Eleken, akik munkaképes romák, az több mint 150 cigány ember. Hál' Istennek, Eleken minden cigány ember dolgozik. Ha az ország minden területén, minden községben, főképpen ezeken a határmenti községekben, ahol nagyon, de nagyon mély a szegénység. Tudjuk, hogy mély a szegénység az egész országban, de itt a határmenti településeken még nagyobb a szegénység. Ha ezek a polgármesterek mind így állnának a dologhoz, akkor lényegesen más volna a helyzet. A szakmámban dolgozom, mivel gyasztoros vagyok, és vázgazdálkodásnál a karbantartástól kezdve, a felújítástól kezdve mindent elvégzünk, amit ránk bíznak. Előtte az Erdélynél dolgoztam 10 évig, ott is asztalosként dolgoztam. Meg itthon még jószággal, még akkor még az ember ki tudott hozni valamit belőle, de most már ebbe a válságban már nem lesz semmit. Most egy tetőszegés végzünk, az óvodai tetőszegés végezzük, hát ez is egy felújítás. Én tartós munkanélküli voltam, megkerestem a kisebbségi önkormányzat elnökét, Józsit, és akkor segítséget kértem is. Ez év márciusától kisebbségi önkormányzatnál vagyok alkalmazva, karbantartó, szóval mindenes. Mit fog csinálni a szerződés lejárta után? Van-e lehetőség esetleg arra, hogy tovább a programban maradjon, vagy esetleg vidéken kell munkát néznie? Én nem tudom, szerintem nem fogok vidéken se találni, hanem iskolába gondolkodtam, én személy szerint, ha más lehetőség nem lesz. Szeretnél tanulni? Hát persze, de olyasmit, aminek hasznát veszem, mert vannak itt lehetőségek mindenre, csak például elvégezzük az iskolát, és akkor maradsz azzal, hogy a papírra.
Én bízom benne, hogy az út a munkához program, ahogy a kormányzati intézkedéseket ismerem, ez úgy tudom, hogy ez nem egy évre szól, hanem ez egy folyamatot fog jelenteni. Mi december 31-ig azért kötöttünk munkaszerződést, mert költségvetési évben lehet gondolkodni. De amennyiben az országgyűlés elfogadja a köztársaság költségvetését, és ilyen rovat lesz benne, akkor mi minden további nélkül meghosszabbítjuk, és keresünk olyan feladatot, olyan munkát a településen, ami mindenki számára fontos, hasznos és értékteremtő.